Hello mindenkinek, itt Gaten Albi. Köszöntök minden kedves nézőt. Folytassuk is ezt a Gaten 1 végigjátszást. Ott, ahol abba hagytuk, remélhetőleg. A húsvéti ünnepek. Van egy kis probléma. Elnézést. A hang ugye megint fenn van. Az egekbe. A húsvéti ünnepek miatt ugye egy kicsit kimaradt ez a Gaten 1 végigjátszásom felvevése. Kicsit képzekodás van, hogy hol járhatok, de nem nagyon látom, milyen küldetések vannak. Akkor nem is tudom, hol menjünk, de úgy látom, Mallory el is fogja dönteni. De ez most küldetés, ezt igen. Hol menjek itt vissza? Ez Bohámba kell menni. Szegény Románt már napok óta fogva tartják. Ezt nem engedhetem meg. Meg még ugye ott van Playboy X meg Wayne. Ahol majd dönteni kell. De én már tudom, mit fogok dönteni. Remélem, ti is úgy döntetettek. Anyád, Dimitri. Mit képzelsz te magadról, Dimitri? A dead man. Before you die, I'm going to cut your face off. Then I'm going to hang it on my wall to remind me what a lying, cheating, treacherous scumbag looks like. Goodbye, friend. Ez a Dimitri nem száll le rólunk, és még Románt is bántják. Tudom, atyám. Jó, hogy Nigo felbassza az aját. Erre a Playboy Zwayne kérdésre akkor majd később rátérek. Ha álljon az ideje. Jelenleg nem jött el az ideje. Próbáltam ezt a videót, ezt a részt vendégszereplő is felvenni. Rakterig eljutottunk, de a vendégszereplő egyszerűen nem volt kompatibilis, gátlástalan volt, és teljesen a magatartás szintjét nem hozta, a rendes magatartás szintjét. Ezért nem tettem fel ezt a videót, mert egyszerűen csak a én hínemet rontotta volna. Igen, a vendégszereplő nem egy Juszkó. Ez helyes döntés. A benzines hordó mellett cigizni. Meg egybe bátor is. Meg bolond. If you want to walk out of here, Slav, you're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitry Raskolov. He would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. That new batch of weed makes me want to jerk off for some reason. America rocks. Egy kis meglepetés. Adjátok alám a zenét. Nico bevarul. A egyik vendégszereplőnek név szerint Tibi, meg is a kutyájának Nico a neve, úgyhogy ő is beszokott néha vadulni. De ezek a hülye benzines hordók, hogy miért nem robbannak fel? Ha, nem akar felrobbanni. Ez bug, vagy nem tudom micsoda. Vagy jól bírja a hordó. Felrobbant az. Nico ilyenkor én úgy futnám, mint az állat, nem így dasson izé sétálgatná. Idióta, Roma, idiót. Mikor az a küldetés el aztán nem, mert kifejezetten tetszik, mikor el kell rabolni Roma. Az egy jó küldetés, és még kétféle módon is el lett, amit nemrég tudtam meg. De ez nem ide tartozik most, ugye? Na végre felrobban.
Az is. Hoppá, szép ugrás volt. Itt remélem van valahol pajzs, de úgy tudom van. Beszélj angolul. You stupid prick. Hú, ez nem valami jó fedezék. Az él még? Ez aztán jól meghalt. Akkor így hajul. Az nem tudom felrobbani, inkább nem próbáltuk volna. Helyes, Nico, helyes. No one lives together. It's forever. Tudtam, itt van valaki. Ez olyan idegesítő, amikor Nico mondani szeretne valamit és belelőnek, azt bekussol, azt utána újra magyaráz. Ezt akartam én is, de te megtetted helyett, amit gratulálok. Máshogy remélek, marad a AK. Hallottam olyat is, hogyha helikopterrel érkezünk ide, akkor két rakétavetős csávból vár minket. Úgyhogy ez nem valami, nem a legjobb megoldás. Azok el. Nem akar felrobbanni. Meg nem eljétek tenni. Jövök Roma. Kazin. Nem hagyom, hogy meghalj. Ez kifejezetten tetszik ez a küldet is. Nem is hájas. Csak egy kicsit túltáplált. Itt van. Kusma. Sosem hajlok cserbe. Nem hagyom, hogy meghajlom el. Még már sikerült egyszer mellé nőnöm. Ez az. Szájra is. Gyerünk, Román. Remélem az a mackó felső nem ment tropára. Védelek a kis pisztolyjal. Hazaviszlek, természetesen. Erre megyek. Tűzünk innen. What happened, Roman? You hit me, kid. I give you money. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Roman! That man knew Dmitri. He was trying to make me give you up to him. I would never... Of course you would not. Dmitri has taken this too far. He wants you dead. Bohen is not safe. I'm going to get us a place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. I almost expect it now. Wherever I go, there are people who want to kill me. Men who want to kidnap me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Akkor
találunk valami házat át Queenbe vagy hol. És már tudom is, hogy mi a házat. Ő az, akit nem nevezünk nevén. Hát, Feltzer helyett ez a Bobcat nem valami jó választás. Hát, ez jó lenne. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge, getting your own way. And all you care about is money, and gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get to do that with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Oh, man, what are you going to do? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Men, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear! Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine. But leave the Russians alone. I was not the one gambling in their private club. I didn't know! Give a guy a break! Okay. 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 I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. What? Thanks. Ahhoz képest azt mondja a román, hogy már nem fog abba a szerencsejátékos klubba kártyázni, ott is majd felvessük, hogyha el akarunk menni valahol azulni, úgyhogy szavatartó meg biztonságos ember ez a román beli. Na hát akkor gondoskodok arról, hogy elhúzunk Bohámból, és tudom, hogy kiadhat nekünk menedéket. Na, most kell ugye döntenünk. Playboy X-et ölöm meg. Miért is? Ugye elmondtam már, hogy Vény szerintem jó fej. Nem is ezt akarom még egyszer elmondani. Hanem akkor jutalmakat. Playboy, ha megölöm ugye enyém lesz a háza, jacuzzi, minden. Cloudnak a ruhája, GTA 3-as ruhája, Vény barátsága. Új ház, parkoló. Megölöm Dwayne-t. Kapok 25 ezeret. És Playboy már nem is akar velem foglalkozni. Na hát akkor melyik a jobb? Mondtam én, hogy a Csöves bácsi itt fekszik. Hát csak Playboy X megölése. Te aztán jól el tudsz szökülni. Fejed a levegőbe. Kapja izét. Agyvérzést. És még a Hammer Playboy X. Arany hamörlése enyém lesz. Ez a majom leesett a fára. Yo, Whitey's back. Yo, what you doing? You got rid of Dwayne already? I thought the old dog would have put up more of a fight. I didn't kill Dwayne. Well, what you doing back here then? Step to it, motherfucker. Well, I was thinking that maybe Dwayne is not the problem. Maybe it's you. Motherfucker! You think you can touch this shit? You think I got here by letting little bitches like you fuck with me? I own you! Nobody owns me! Nigger párbaj. Sok nigger, majd kifogy a történjük. De ennek a videónak itt a vége, itt folytatom, addig is hello mindenkinek, és ne szóljatok bele, hogy mikor elköszönök.